Tisztelt elnök úr, igen, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő hölgyek és képviselő urak. Napról napra azt tapasztaljuk, hogy szándékos, előre eltervezett támadás indult szerte a világban számos, korábban és ma is természetes evidencia ellen. Ezeket a sokszor provokációnak értékelhető támadásokat szűk, de globális szervezettségű csoportok indítják egyre gyakrabban és egyre hangosabban. Támadás indult azok ellen, az értékek ellen, amelyek a világ természetes rendjét éltetik és mozgatják. Támadás indult minden ellen, ami az összetartozásra épül. Támadás indult a keresztény kultúra, a keresztény értékek ellen, majd támadás indult azok ellen a nemzetek ellen, amelyek ezen értékeket magukénak vallják. És itt nem állnak meg. Mivel a nemzet a családokra épül, most azok kerültek célkeresztbe. A család alapja pedig a nő és a férfi. Most ezt az alapvetést támadják. Relativizálni, atomizálni szeretnék. Egészen kicsi alkotóeremeire bontani a családot. Sőt, még ennél is tovább mennek, legeslegújabb célpontjait a gyermekeink. Szervezett támadás indult azon értékek ellen, amelyeket a Fidesz-KDNP és a magyarok, sőt a világ többsége magának, magukénak vall, és megdönthetetlen alapként kezeli. A mi feladatunk az, tisztelt képviselőhölgyek és képviselőurak, hogy ezeket az alapokat védelmezzük. Minden percben, minden lehetséges helyen, és minden erőnkkel. Ezt várjuk el mi magunktól, és ezt várják el tőlünk a magyar emberek. Tisztelt képviselőhölgyek és képviselőurak! Ezekre a globális kihívásokra nekünk, a Magyar Országgyűlés képviselőinek is reagálnunk kell. Ezért került a tisztelt ház elé Magyarország alaptörvényének 9. módosítása. Mi a Fidesz-KDNP frakciószövetségben komolyan gondoljuk, hogy az alaptörvény Magyarország jogrendjének alapja. Szövetség a múlt, a jelen és a jövő között. Mi az országgyűlés képviselői mindannyian felelősséggel tartozunk nem csak a mai élő generációknak, hanem a jövő gyermekeinek is. Ebben a szellemben kell ma megvitatnunk a javaslatban foglalt és alkotmányossági szempontból is kiemelkedő jelentőségű kérdésköröket. Felelősséggel. Tisztelt képviselő hölgyek és képviselő urak, felelősségteljes vitára hívjuk ma önöket. Magyarország alaptörvénye élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, vagyis azt a formát, amelyben élni szeretnénk. A nemzeti hitvallásban kinyilvánított alkotmányozói akarat az alaptörvényi normáknak közös értékrendet kölcsönöz, amely szellemében értelmezhető és értelmezendő a már megszületett gyermekekre vonatkozó szabályozás mellett az eljövendő generációk érdekeit védő jogi szabályrendszer is. Az alaptörvény 50-es cikkének új első bekezdése a következőképpen fog hangozni az alaptörvény 9. módosítása elfogadása után. Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között. Önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi. Tisztelt képviselőtársaim! Az alaptörvényben eddig is kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekek megfelelő testi-lelki nevelésére, fejlődésére.
Az alaptörvény családvédelmi módosítása azt a célt szolgálja, hogy garantálja a gyermek születési nemének megfelelő háborítatlan fejlődését. Hangsúlyozni szeretném, mindez a gyermekek védelmében és a gyermekek érdekében történik. Alaptörvényünk jelen módosítása nem csorbítja a felnőttek személyes szabadságát, identitását. Az azonos neműek vonatkozásában sem tartalmaz semmilyen korlátozást. A kérdést kizárólag a gyermeki jogok szempontjából közelítjük meg. Sajnos tapasztaljuk, hogy egyesek gyakran elfeledkeznek arról, hogy nem csak a felnőtteknek, hanem a gyermekeknek is vannak jogaik. Aki támadja esetlegesen a mostani módosítást, az azt gondolom nem alaptalan feltételezés, hogy nem ismeri el maradéktalanul a gyermekek jogait. Nem ismeri el a gyermekek jogait az egészséges testi és lelki fejlődéshez, és nem ismeri el azt sem, hogy az emberi méltóságból fakadóan a gyermekeknek joga van a születési nemének önazonosságához. Az, hogy az anya nő és az apa férfi, tisztelt képviselő hölgyek és urak, nem a Fidesz találta ki. Ha jól gondolom, ez az önök családjában, az önök szülei esetében is így volt. Különben most nem ülnének itt. Tisztelt képviselő hölgyek és képviselő urak, a Fidesz képviselő csoportja támogatja az alaptörvény jelen 9. módosítását, mert az alapvetően gyermekközpontú. Támogatjuk a javaslatot, mert a gyermekvállalás tekintetében a természetes evidenciákat tartja követendőnek, és nem az ilyen-olyan kósza és változó ideológiákat. Támogatjuk a javaslatot, mert az megnevezi, hogy melyek azok a jogrendszert átható értékek, amelyek tiszteletben tartása a felnövekvő és az eljövendő generációknak a lehető legteljesebb méltóságban leélt élet lehetőségét biztosítják, és ennek érdekében a családi élettel, illetve a gyermekek nevelkedésével összefüggésben rögzíti a születési nem természetes, megváltoztathatatlan adottságán alapuló felfogást, amely szerint az anya nő, az apa pedig férfi. Támogatjuk a benyújtott módosítást, mert az eddigi értelmezést egyértelműsítve az alkotmányozó az alábbi fordulatban megjeleníti, hogy az egy férfire és egy nőre vonatkozik. Idézet: Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között. Támogatjuk a benyújtott alaptörvénymódosítást, mert a javaslat az azonos neműek vonatkozásában semmilyen új szabályt nem vezet be. Semmilyen korlátozást nem jelenik meg benne, kizárólag a házasság fogalmában hajt végre pontosítást, továbbá a természetből származó alaptételeket rögzíti. Tisztelt képviselő hölgyek, képviselő urak! Támogatjuk a javaslatot azért is, mert az biztosítja a gyermekek számára Magyarország alkotmányos identitásán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést, egyértelmű alapokat teremtve ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék valamennyi tagja Magyarország magyar identitását, szuverenitását, a kereszténység nemzet megtartó szerepét megismerhesse és megóvhassa. Hangsúlyozandó, hogy ez utóbbi elevek nem újak az alaptörvényben. Ezek az R-cikkből lettek átemelve, a Magyarország keresztény kultúráján alapuló értékrend pedig nem egy vallás melletti elkötelezettséget jelent, hanem azt a történelmi kulturális hagyományrendszert, amely hazánkban az elmúlt több mint 1000 esztendőn át fejlődött ki. Tisztelt ház, tisztelt képviselőhölgyek, képviselőurak! A most tárgyalt alaptörvénymódosítás az elmondottakon túlmenően még számos novumot tartalmaz.
Az alaptörvény 38. cikke egy új hatos bekezdéssel egészül ki, amelynek következtében az alkotmányozó a hosszú távú társadalmi folyamatok stabilitása és a jogbiztonság érdekében hitet tesz a közjogi és a magájogi viszonyok elválasztása mellett. Az alaptörvényi védelemmel ugyanis elismerni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kiemelkedő társadalmi értékteremtő szerepét és a mindenkori kormányzattól való függetlenségét azáltal, hogy létrehozásukról, működésükről, megszüntetésükről, valamint közfeladataik ellátásáról sarkalatos törvényben kell majd a jövőben rendelkezni. Eme szabályozás célja, hogy az említett alapítványoknak a felsőoktatás és a tehetséggondozás területén kifejtett értékteremtő tevékenysége biztosított legyen. Azaz ezen egyetemeknek és más intézményeknek a működése erős és stabil védelmet élvezzen. Tisztelt képviselő hölgyek és képviselő urak, az alaptörvény szemben a régi alkotmánnyal, még a szocialista alkotmánnyal, önálló, közpénzek körül szóló résszel is rendelkezik. Már eddig is így volt ez. Az alkotmányos és egyéb jogalkalmazó feladatokat ellátó szervek gyakorlatában eddig eltérő értelmezések jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy mit kell értenünk vajon igazából és pontosan közpénz címszó alatt. Ezen okból kifolyólag a 39-es cikk új, hármas bekezdése egyértelműen, világosan és az állami működés egészét átfogóan definiálja a közpénz fogalmát. Amikor előírja, hogy idézem, közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése. A fogalom egyértelmű rögzítése azért is indokolt, mert maga az alaptörvény mondja ki, hogy a közpénzre vonatkozó adat közérdekű adat. Ezen szabályok megalkotásával lehetővé válik tehát a közpénzekről szóló viták lezárása és az alaptörvény transzparenciát biztosító szabályainak teljes körű garantálása. Tisztelt képviselő társaim, tisztelt képviselő hölgyek, képviselő urak, emberpróbáló időszakot élünk át jelenleg a koronavírus járvány jelentette kihívások miatt. Hétköznapi életünk a megszokottól eltérő mederben zajlik, így az élet tapasztalatai indokolják, hogy az alaptörvény különleges jogrendre vonatkozó rendelkezéseit érintő módosításokról is szót ejtsünk, illetve hogy ezek is meglegyenek vitatva, és ezek is pontosabban, hatékonyabban tudják az alkotmányban, vagyis az alaptörvényben a magyarok biztonságát és érdekeit szolgálni. Az erre vonatkozó módosítások csak 2023. július 1-én fognak hatályba lépni, így a jogállamiság kritériumaként meghatározott jogbiztonság elvéből fakadóan a kellő felkészülési idő követelménye egyértelműen biztosítva van. Az eddigi 6 helyet 3 esetkörre csökkenne a különleges jogrendi esetkörök rendszere, melyek a következők a hadi állapot, a szükségállapot és a veszélyhelyzet, és ezek egyes esetei is módosulnak. Mindhárom vonatkozásában kiemelendő, hogy a kormány jutna központi szerephez. Ennek oka egészen egyszerűen az, hogy a különleges jogrend kihirdetését követően gyors, operatív és mind politikai, mind jogi értelemben felelős döntésekre van szükség, amelyre a magyar alkotmányos rendszerben a végrehajtó hatalom, azaz a kormány mutatkozik a legalkalmasabbnak. Még mielőtt teljes felhatalmazásról szóló vitába elegyednénk baloldali képviselőtársaimmal, nyomatékosítani szeretném azt, hogy a rendelatalkotási jog kormányra telepítése egyúttal a kormányra telepíti a felhatalmazással járó felelősséget is. Továbbá a felhatalmazás gyakorlását beilleszti a kormány országgyűlésnek való felelősségi rendszerébe is. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőhölgyek, tisztelt képviselő urak! Az alaptörvény 9. módosítását a Fidesz képviselő csoportja támogatja az általam ismertetett indokok alapján. Kérem baloldali képviselőtársaimat, hogy
támogassák a javaslatot. Önök elvárják tőlünk, hogy fogadjuk el a másságot. Mi is kérjük, hogy támogassák azt, ami természetes. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!